A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió család magazinját látják. Szakértőkkel fogunk beszélgetni a mai napon a család utazásáról, hiszen nagyon sokan vannak, akik tervezgetik az utazásaikat, és hát ha a beszélgetés folyamán egy kicsit képet kapnak arról, hogy mire érdemes figyelni, vagy egyáltalán hova jó menni családként, mondjuk gyerekekkel, egyel, kettővel, hárommal, négyel, kinek mennyi van otthon éppen. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeinket is, mellettem ül Suprisznyi Tóth Mária, a Királykút gyógynövényszaküzlet tulajdonosa, táplálkozástudományi szakember, egészségtantanár. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm, üdvözlöm a nézőket. Annyi titulosotok van, hogy muszáj puskáznom közbe. Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő és mozgásterapeuta. Köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, Csilla, szervusztok. És van egy vendégünk, aki először vesz részt ebben a műsorban, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm, és hálás vagyok, köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Grósz Pálma, a Grósz utazási iroda tulajdonosa, akit szintén szeretettel köszöntök. Örülök, hogy meghívtatok, és köszöntöm a kedves nézőket. Nos, utazás, én azt hiszem, hogy először az lenne a jó, ha mindenkinek a saját területéről, a saját szempontjából beszélnénk arról, hogy amikor a család utazást tervez, akkor milyen szempontokat jó figyelembe venni, és hogy mik a tapasztalatok, ugye azok már majd kiülnek Pálmánál, mikor megérkezik a család fő, vagy talán inkább a hölgyek szokták tervezni az utazásokat, de kezdjük azzal, hogy mondjuk akkor most kezdjük a Zsuzsival, hogy a gyerekeknek az igényeit figyelembe véve mit kell egy utazáshoz figyelembe venni? Hát a gyerekeknek az igényeit, mert ha nem veszed figyelembe, akkor ők mindent el fognak követni, hogy neked pokollá tegyék az életedet. Tehát gyakorlatilag tényleg, hogyha családdal utazol, attól függően, hogy milyen korosztály az a gyermek, ezt maximálisan figyelembe kell venni. Ugye, ha a kicsi gyerek még 5 éves kor alatti, akkor a délutáni alvására oda kell figyelni, a mozgásterére oda kell figyelni, a táplálkozására oda kell figyelni, a programokra oda kell figyelni, arra, hogy hol öltözik, hol nem öltözik, hogy mit rakunk sorba egymás után, hogy mennyire sűrű a nap, mennyire van megterhelve. Tehát tényleg maximálisan figyelembe kell venni, hogyha a gyerekekkel utazunk, teljesen más programunk lesz, mint hogyha mondjuk kamaszokkal tudunk menni, akiknél már egészen másra kell odafigyelni, pláne hogyha már ott vagyunk, hogy felnőttek utaznak együtt, akkor megint más lehetőségek vannak. Az, hogy az utazás során milyen úti célt fogunk meghatározni, mennyi idő alatt, mivel tudunk odaérkezni, ezek mind-mind meghatározóak. Egy kisgyerekkel repülni, vagy nem repülni, hány órát autózni, nem autózni, vonatozni, nem vonatozni, csomagot hogyan szállítod. Szóval ez egy nagyon összetett és tényleg komoly logisztikát kérő feladat. Kérdés az is, hogy ha utazunk és mondjuk egy hetet nyaralással töltünk a családdal, akkor mennyire változtassuk meg, mennyire engedjük el a gyereket. Gondolok itt a táplálkozásra is. Most elmesélek egy saját tapasztalatot, a mi családunkban elég középpontban volt a táplálkozás, úgyhogy édesapám mindig úgy szervezte, ha nyaralni mentünk, el kell indulni hajnal 4-kor, hogy hajnal 6-kor meg tudjunk állni egy parkolóba, ahol a motorháztetőn megterítjük a reggelit, és ott mindenképpen reggelizni kell a családnak. Az biztos, hogyha nyaralásról volt szó, a szokásosnál is többet tettük, és hát várhatóan nehezebb ételeket. Marika, vélemény, látom. Igen, én ahogy hallgattam Zsuzsi, de erre gondoltam, hogy nagyon nem mindegy, egy az, hogy hova megyünk, tehát hogy most messze megyünk, repülővel megyünk, vagy az országon belül megyünk, és hogy hogyan állunk ehhez a kérdéshez, a táplálkozáshoz, mert van egy napi rutin mindenkinek. A hétköznapokat éljük bizonyos módon, eszünk, nem eszünk, ki mit csinál. Most ahhoz képest mindenféleképpen változás, teljesen mindegy, hogy most egy all-inkluzív ellátású üdülőbe megy valaki, vagy saját maga látja el a családot, de mindenféleképpen változás lesz. Tehát azért erre úgy kellene felkészülni, hogy azért legyen ott. Nyilván, amikor valaki indul, van egy úgynevezett úti patika. Tehát azért ez jó, főleg, ha gyerekekkel megy valaki, de felnőtteknél is. Hogy azért erre gondoljunk, hogy abba a bizonyos úti patikába kerüljenek olyan gyógynövények, hogyha baj van, esetleg túllevés van, akár gyerek, akár felnőtt részéről,
akkor legyen mihez nyúlni, és ne az ügyeleten töltsék a szabadságuk jelentős részét, ugye, ami igencsak kellemetlen lenne. Tehát erre is abszolút felkészülni. A másik meg azért, hogy próbáljuk meg a szabadság alatt is tartani a normákat. Tehát én tudom, hogy örül az ember, hogy végre kijutott ebből a feszültségből, végre egy kicsit lazítani tud, és elengedi magát. És a felnőtteknél is ugye esetlegesen kicsit több az alkohol, gyerekeknél több az édesség, ez belefér, de azért próbáljunk meg ott is bizonyos határokat tartani. Már is ez egy nagyon fontos téma, és ebből nekem mindjárt az jutott eszembe, hogy vajon családdal a szálloda a jobb, vagy mondjuk az apartman, ahol saját maga tudja elkészíteni az anyuka, aki ettől aztán nem pihen eléggé az ételeket. Mi a tapasztalat? Ha a család akar utazni, mit keresnek inkább? Ez úgy megoszlik. Egyébként a legjobb választás az apartman szálló. Tehát amikor az elhelyezés maga az egy apartmanban történik, viszont ugyanúgy van felépítve, mint egy szálloda, tehát van recepció rész, van központi helyszínek, ahol a különböző szórakoztató programok vagy medencetér megtalálható, van takarító személyzet. Tehát amikor szabadságra megyünk, szerintem ez is fontos, hogy úgy szakadunk ki a saját környezetünkből, hogy pihentető legyen. És hát ilyen sokrétű a történet. Nekem ugye két kisgyerekem van, és mi is elég sokat utazunk, úgyhogy a tapasztalat az kiskortól kezdve napjainkig, ugye 10-11 évesekről beszélek, azért elég jelentősen megvan. Én azt látom, hogy ugye a magyar utazók előszeretettel választják az apartmanos elhelyezést, hogyha családokról van szó. Egyébként kényelmes, tehát amiben kényelmet ad az, hogy van egy nagy nappali, van hova a gyerekeknek kimozdulni, épületen belüli is, mert hogyha ilyen idő van, mint mondjuk ma, és ez akár nyár közepén is lehet, akkor is van lehetőség egy társasjátékra, akkor is van lehetőség egy mozgásra. A szállodai környezet az kisebb. Tehát, hogyha egy szállodai szobát veszünk alapul, ott meg vannak határozva négyzetméterek, és azért az kisebb, és ugye ott elsősorban van egy szoba, meg van egy fürdőszoba, és más részleg nem tartozik hozzá, tehát nincs egy mozgástér, nincs egy előszoba, egy nappali, egy bármilyen egyéb terület, és a kettő között ez egy jelentős különbség, a méretbeli különbség, és akiknek tapasztalata van ebben, azok elsősorban minél több a gyermek, annál inkább az apartman, ami előtérbe kerül, és ebben a környező országok, elsősorban a déli országok, hozzánk délebbi országok, akik nagy választékot nyújtanak. A szálloda egy picit magasabb kényelmet ad, de én inkább itt azt mondanám, hogy a szülőnek. Tehát, hogy az, aki kifejezetten szeretne kiszakadni abból a ritmusból, amit itt megél, és abból egy másik síkra kerülni, az a szálloda biztosítja. Kérdés, hogy a gyerkősznek változnak-e a szokásai az alatt, az egy hét alatt? Tehát, hogyha ő beállt arra, hogy akár van iskola, akár nincs iskola, ő reggel fél hétkor ébred, és ugrál apa anya pocakján, változik-e ez más, hogy áll-e hozzá maga a gyerek? Persze. Hát, hogyha átteszed egy megszokott környezetből a gyereket egy számára kalandnak tűnő, vagy ijesztő, támogató, vagy kíváncsi, teljesen mindegy, de egy felfokozott érzelmi állapottal fog rá reagálni, ugyanúgy, ahogy mi is, amikor te tudod, hogy készülsz egy utazásra, hogy majd elmehetsz egy hétre, két hétre valahova. Hát mennyi időn keresztül álmodod azt, hogy te ott mit fogsz csinálni, és tervezed, és készíted össze, és fejbe csomagolsz, és nem tudom én. A gyerek ugyanígy. Visszük a kismackót, a zöldbilit, a kékbékát, a nem tudom én micsodát, és aztán anya szépen redukálja ezeket a történeteket, és hát tesszük észszerűvé az egészet, és a gyerek ugyanígy készül rá, és teljesen föl van pörögve, hogy őt mivel fog találkozni. Ha ez őrá bénítóan hat, akkor ugye egy picit óvatosabban kell ebbe belemenni, de a rutinosan közlekedő gyerekek, akikkel rendszeresen utazol, azoknak kaland az egész világ. És ők bizony erre úgy fognak felkészülni, mint egy kalandra, tehát tele lesznek tűzzel, kíváncsisággal, életerővel, egy felfokozott érzelmi állapottal. Na, ehhez még kell egy kis cukor, ahogy a Marika említette meg, egy kis édesség, aztán anya fonhatja a haját. Tehát, hogy így gyakorlatilag tényleg arról szól a történet, hogy nekünk azért némiképpen inkább vissza kell fogni a gyerekeinket ebben az időszakban, mert hogy ő nekik, és ez egy olyan hatalmas ingeráradat, ami hát úgy fog hatni, ahogy. Igazából, bocsánat, csak eszembe jutott, hogy az a szerencsés helyzet, vagy az a szerencsés választás ilyenkor, hogyha olyan helyre mennek, ahol több gyerek van. Tehát, hogyha megtalálják a saját társaságukat, és nem a szülőre hárul az a feladat, hogy az ő energia többletét lekösse,
hanem megtalálják a barátaikat, a saját kis közegüket, akkor az mindig élhetőbb lesz az a nyaralás a szülő számára is. Amellett, hogy azért akkor is oda kell figyelni abszolút, a gyereknek. Persze. Az utazás ez lehet hosszú akkor, hogyha autóval megyünk. Ha repülővel, akkor gondolom tényleg ott azért sok kaland van, az nem lehet unalmas még egy gyerkősznek sem, ha csak nem a világ másik végére kell repülni. De hogyha autóval megy a gyerkőc, hát nyilván utazás közben is valahogy le kell őt kötni, mert nem biztos, hogy végig csendben ül és nézi a tájat. Na most ilyenkor mivel szokta a szülő lekötni? Hát sajnos a kezébe ad egy mobiltelefont, ez az egyik variáció. A másik kezébe ad egy zacskó valami ennivalót, és akkor most sikítsatok. Ehhez már csak az kell, hogy a harmadik kezébe az üres zacskót tedd bele, hogy alkalomattál. Igen, de hát már olyan fejlettség van. Most egy picit így eszembe jutott a mi gyerekkorunk, meg a mi időnkbeni nyaralás, meg a mostani gyerekeknél, amikor az autó fejtámlájára rátesznek egy ilyen monitort, és akkor ott azt néz, amit akar, tehát ő, hogy egy hosszabb úton, tehát hihetetlen, amilyen változáson mentünk mi át itt pár év alatt, nem is olyan hosszú ez a 40-50 év igazából, ahhoz képest ugye a mi időnkben, amikor még a távolságok azt jelentették, hogy buszra ültél, és akkor esetleg elmentél a Balatonra, és ez egy micsoda csodálatos élmény volt, és ez egy milyen nagy ajándék volt. Most már az a lényeg, hogy messze menjél, tengerre menjél, tehát van, itt is van óriási változás, de amit te mondtál, hogy lekötni, hogy most már minden, a technika minden csodája rendelkezésre áll a szülőnek, tényleg csak anyagi dolgok szabnak határt, hogy mivel köti le. Nálunk anyukámnak mindig volt ilyen nagy úti könyve, célállomás adatait tartalmazva, és egész úton olvasta nekünk, hogy mire fogunk, és mindenki a haját tépte vele a kocsiba, hogy... Nálunk azért a könyv, tehát, hogy a lányom olyan könyvmój konkrétan, úgyhogy szerintem a könyvtárba előre köszönnek neki. És hát ugye a fiam is ugye azért ebbe belejött, neki gondot okoz egy kicsit az utazás, főleg autóban is a mozgás, és ezt tudjuk pici korától kezdve, hogy neki valami gyomor és egyéb ilyen összefüggések nem úgy működnek. Úgyhogy erre odafigyelünk, de én azt gondolom, hogy a szülő látja meg, főleg egy édesanyja tapasztalja azt, hogy mi az igénye a gyereknek, és nálunk az alakult ki, hogy akármennyire is az adottság meg a lehetőség, 5 éves korukig nem ültünk repülőre egyáltalán, mert nagyon megterhelő a pici babáknak a szervezetére, a hosszú távú repülés meg még inkább. És van olyan, amikor nem is jó élmény egyébként egy ilyen megmozdulás, mert az nagyon zajos, akármennyire csendesek is a gépek, nagyon nyüzsgő, tehát egy repülőtérre megérkezni, és onnan, tehát a repülés az nem csak a repülésről szól, hanem az odajutásról, ez a rengeteg inger. És ennek a feldolgozása az nagyon nehéz egy kisgyereknek, sokszor egy hét alatt nem piheni ki egyébként, és emiatt mi ezt nem is választottuk. A tengeren túli utazásoknál meg úgy vagyunk, majd ha 20 éves lesz, és menni akar, akkor majd megkeresi rá az árát, és akkor majd kalandba vág, és majd sok tanáccsal segítjük, és ezt tartjuk is egyébként jelenleg. És ahogy változnak az életkorok, az a tapasztalat, hogy a 4 és 6 éves kor között az nehéz. Tehát, hogy ott a már nem a pici, már nem alszik el úgy, amikor egyébként jönne az alvási idő, és akkor igyekeztünk igazodni az ő ritmusukhoz. A 6 éves kor felett kezdődik az, amikor már az a kíváncsiság megvan, hogy mit lát, hogy mit tapasztal, ahol már a suhanótáj már nem olyan gyors neki, már jobban fel tudja dolgozni. Úgyhogy innentől kezdve érzem azt, hogy az élmények jobban megmaradnak, és hát aztán már ugye a kis kamaszkor, meg a kamaszvilág, az pedig a minek megyünk kategória. De azt tapasztalom viszont utasainknál, hogy nagyságrendileg azért az a 15-16 éves életkor, amikor szívesen még eljönnek a szülőkkel, onnantól már a barátokkal, tehát onnantól a szülők már utazhatnak maguk, és felfedezhetik a világot, és van, aki visszatér, tehát van, aki ilyen 20 éves kora körül vissza, vagy önállóan, egyébként, ami nekünk nagyon jó, vagy a szülőkkel továbbra is, és ez egy tendencia, ezt azért már nagyon megfigyelhető a hosszú évek során, és ez fiúkra, lányokra egyaránt igaz, hogy szívesen eljönnek, mert akkor már értékelik azt a típusú érdeklődést, ami a szülőnek is az érdeklődése egy utazásnál. Most, amit mondtál, ez két kérdés is, az egyik majd Marikának szól, a másik Zsuzsának. Először Zsuzsa felé, idegrendszerre milyen hatással van a gyerkősznek az a bizonyos mozog gyorsan a kép?
nagyon megterhelő azoknak a gyerekeknek, akiknek statikus egyensúlyzavaruk van, azok egészen biztos, hogy utazási betegségtől fognak szenvedni. Tehát, és ilyenkor milyen jó rávenni, hogy nézzél csak befelé, ne néz ki? Hát a jó az az, hogyha ezt rendbe hozzuk, de azért ez egy másik beszélgetés témája lesz, igen. Tehát ezt mindenféleképpen azért kell rendbe hozni, mert van, akinél ez élethosszig fent marad. Tehát én ma is tudok olyan felnőtteket, idősebbeket, 50-60 évest is, aki nem tud beülni autóba hosszú útra, de én emlékszem, a régmúltból sofőrökkel utaztunk valahol, Mátrában, nem tudom, szerpentin, kanyargás, és hátulról szépen szálinkoztak, és jöttek előre, és ott álltak, mint a verebek így sorba a sofőr mellett, mert különben hány ingere van. Tehát csak ott bírja elképzelni az egészet. De hát ugye ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek, hogy ilyenkor mit tegyél a gyerekkel. Az egészen biztos, hogy nem jó, hogyha rajzol. Az egészen biztos, hogy nem jó, hogyha még előtte van valami, mert hogy ez fokozhatja ezt az egészet, de az sem jó, ha oldalra néz ki a gyerek, mert akkor aztán végképp felborul a rendszer, ugye, hogyha előre tud nézni, és hogyha van egy olyan lehetősége, hogy úgy helyezkedjen az autóba, hogy előre az utat lássa ő is. De ők saját maguk is megtanulják ám egyébként, hogy kevesebbet mozgatják a fejüket, és a lehető legkevesebbre húzzák össze ennek az egésznek az ingerét, amit befogadnak, és aztán igyekeznek túlélni ezt a történetet. Kinek 20 perc, kinek 2 óra, kinek mennyi, ez nagyon-nagyon változó. Ez az egyik része, ami gyerekekre vonatkozik. A másik, ami eszembe jutott, hogy mikor mennyi idős a gyerek, és hogy utazunk, egy baráti család Afrikába utazott, ugye ez egy ilyen 12-14 napos történet volt, és aztán ugye élménybe számoló után, és akkor mesélte az anyuka, hogy az akkor, ha jól emlékszem, 7-8 éves fiú gyermek, amikor már a nem tudom én hányadik valódi afrikai állatot test közelből látta, akkor már csak sikítani tudott. Tehát, hogy olyan szintű túlterhelése volt az idegrendszerének az a tizenvalahány napos élmény, hogy beborult a gyerek, és csak beleborult az anyuba, és csak... És szegény szülő azt hitte, jó. Hát aztán egy darab után, vagy egy idő után az anya rájött, hogy na, akkor most ennek a gyereknek egy nap pihé a szállodába, vagy nem tudom én mi. De valóban el lehet idáig vinni a történetet, mert látszólag a gyerek örül és élvezi. Tehát azt mutatja, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, jaj, de jó, jaj, de jó, és eljut egy pontig, amikor átbillen, és onnantól kezdve fogd meg, ha tudod, mert bármi előadhatja magát, tehát túltelítődik az idegrendszer, és akkor ki fogja adni magából, és hát ugye a gyerek attól függően, hogy mennyi idős, hogy tudja ezt megjeleníteni. Tehát azért ez pokollá tudja tenni a nyaralást, meg az utazást, hogyha ilyen van. Az is, ha utazási beteg a gyerek, és folyamatosan a körül forog a világ, meg az is, hogyha én nem ismerem a gyerekem terhelhetőségét. Tehát erre azért ott is nagyon oda kell figyelni. A másik, ami elhangzott, hogy van, hogy gyomorral nem bírja a gyerek. Ez ugyanaz. A gyomor nem, az nem gyomor probléma, az egyensúlyzavar. Viszont itt azért el tudom képzelni, hogy jön marika, gyógynövények, ásványok, vitaminok, tehát hogy lehet erre felkészülni, mivel tudjuk megtámogatni a gyerkőcöt ilyen esetben. A szervezet működését meg lehet támogatni. Nyilván, hogyha van egy ilyen idegrendszer érintettség, akkor az felülvezérel mindent, de nem mindegy. Például, hogyha tudjuk, hogy ilyen a gyerek, akkor nem etetjük tele, mielőtt beültetjük az autóba. Tehát vannak tényleg ilyen alapszabályok, hogy ezt megtegyék, és közben is olyan esetlegesen egy-egy ropival, valamivel a gyomorsavat lekötni, mert azért az termelődik, arra is oda kell figyelni. De mindenféleképpen a folyadék pótlásra oda kell figyelni, hogy többször igyon pár kortyot, hogy azt próbálja meg egy kicsit még az idegrendszer érintettséget is kicsit elsimítani, a folyadékkal meg lehet tenni. Tehát vannak ilyen apró dolgok, de arra reagálva, amit a Zsuzsi mondott, hogy túl ingerelhető egy gyerek, vagy például egy felnőtt is, mert ugye most leszűkítettük gyerekekre, de felnőtteknél is, tehát azért nagyon jó, hogyha mielőtt nyaralást tervez egy család, akkor figyelembe veszi a terhelhetőségét a családnak, úgy a gyereknek, mint a felnőttnek. Tehát, hogy mennyire legyen aktív ez a nyaralás, vagy ez a pihenés, és milyen passzív időszakok is legyenek benne, mert tényleg, hogyha túlpörgetünk, és nagyon-nagyon sok mindent akarunk megmutatni, és sok mindent akarunk látni, akkor a végén ebből az egészből nem fogunk élvezni semmit. Ha mondjuk egy 3 gyerekes család jelentkezik nálad, hogy szeretnének menni valahova nyaralni, nem voltak még a 3 gyerekkel tanácstalanok, milyen területeket javasolsz? Tenger, vagy hegyek, vagy egyáltalán, tehát mit javasolsz, mire figyeljenek oda?
Abszolút átbeszéljük azt, hogy eddig merre jártak, mi az igény, mi az elképzelés, van egy, ennek már alapja, ugye mi is hárman vagyunk testvérek, úgyhogy az öcséméknél három gyerek van, úgyhogy van azért támpont, de nagyon vegyes. De attól is függ, hogy korban közel vannak-e egymáshoz a gyerekek, vagy ugye ez nagyobb korkülönbséget jelent, és hogy mihez szoktak eddig hozzá. Van, amikor belevágnak valami nagyon újba, akkor azért arra szoktam felkészíteni őket, hogy rendben, de az egy hét együttlét után lehet, hogy a szülők tervezzenek egy hét a gyerekektől különítve, tehát a nagyszülőket mondjuk vonják be, és akkor utána ők hadd menjenek el pihenni. Tehát, hogy azért ez egy három gyerekes családnál, hogyha az utazás olyan fajta élmény, hogy városlátogatós, kulturális élmény, várat nézzünk meg, vagy célként kastélyokat látogatunk, akkor szerintem ez mind az előkészítés, rákészülés és a menet közbeni dolgok miatt is úgy adódhat, hogy ez lehet, hogy sok, és ez főleg a szülőkre terhelődik itt sokként. És az a legelején volt egy kérdésed, hogy ki tervez. Szerintem többnyire még mindig az anyukák terveznek. Ez valahol egy ilyen női történet, hogy még ismerre és hogy hova, és akkor az édesapa meg csatlakozik, hogy akkor menjünk. Lehet, hogy jöjjön be befizetni az irodába, küldött az asszony. Tehát, hogy nálunk ez nagyon gyakori, hogy nem tudom, hogy hova és mikor, de te tudsz mindent, és már megbeszéltetek. Ez a leggyakoribb, persze gyakori, hogy együtt tervezik meg, de azért többségében az édesanyák, legalábbis ott, ahol gyerekek vannak, ez szokott inkább előfordulni. Aztán, hogyha valaki nagyon a természetet szereti, akkor óriási a választék, akár idehaza is, akár a környező országokban, nem kell ahhoz túlságosan messzire menni. Ha nagyon messzire indulunk, akkor tehát nekem tényleg az a belső indítatásom, hogy gyerekkel nem annyira javaslom, tehát ez egy felnőtt embernek is megterhelő egy trópusi környezetbe kikerülni. Lehet az szép, lehet az jó, lehet, hogy a szomszéd is ott járt, viszont egy gyerek, amikor egy ennyire idegen környezetbe érkezik meg, akkor sokszor nem tud magával mit kezdeni, és napok mire átáll. Az étkezés az ugyanaz, hogy annyira más étkezést kap, hogy a rántott húsi meg a sült krumpli nem fog előkerülni, és akkor már borul az, hogy ő mitől fog jól lakni, mert az ízek mások, más, amit inni tud, akár más a tea, más a víz, más a mindennapi szokás, de alapjáraton az átállás, ugye az, hogy a hosszú távú utazásoknak megvan az a része, egy felnőttnek is nehéz, és hogyha a felnőtt is szenved, akkor mellette a gyereknek ez még sokkal nehezebb. Úgyhogy én ezeknél nem szoktam nagyon partner lenni, megmondom őszintén. Tapasztalat is azt mutatja, hogy ez egy nehéz téma, maradjunk Európán belül, szerintem itt bőven megoldható sok minden, és nincs akkora kitettség a változások szempontjából. Itt Magyarországon van 4 évszak, ezt megéljük néha 5 napon belül is, úgyhogy erre fel tudunk készülni, jobban tudunk ehhez alkalmazkodni, úgyhogy ezt a részét úgy gondolom, hogy egyszerűbb így megoldani. Igen, valamit megint mondtál, ami nekem úgy érdekes volt, hogy találkozunk olyan gyerekekkel, akik esetleg jól ismerik az olasz vagy a francia rivériát, de nem tudják, mi az, hogy lilafüred. És én is úgy gondolnám, hogy először ismerd meg Magyarországot, mert jó menni külföldre, nyilván én is szeretem a tengert, de tényleg olyan csodák vannak az országban, és mennyire jó, hogy csak 2 órát autózik, és nem 6-8-10-et. Az a gyerkőc, és tényleg a táplálkozás is ugyanaz marad. Apropó táplálkozásra még vissza, ugye van egy olyan lehetőség, hogy van, aki maga készül az étellel, van, aki mondjuk panziós, félpanziós, vagy valamilyen ellátásban részesül. Na ott én szerintem a rákfenéje, főleg ha családról van szó, az a svéd asztal. Annál rosszabb megoldás szerintem a világon nincs, mert az emberek jó része nem tud megállni. És főleg egy gyerek, hát azt is, meg amazt is. Tehát ez elég nehézkes. Hát szerintem ez két véglet, ha így nézzük, két véglet lehet, ha a gyerek lát mindent és mindenből akar, de nyilván, hogy a előbb-utóbb fele visszajön. Abszolút a lehetőségei korlátozottak. A másik meg, amin azt tapasztalom, hogy esetleg családon belül is, hogy ha a gyerekek megszoktak valamit, hogy a rántott hús meg a sült krumpli, akkor lehet ott akármi, akkor neki rántott hús és sült krumpli. Tehát valahogy a gyerekek úgy ragaszkodnak a szokásaikhoz, és hogyha erre lehetőség van, akkor szerintem ezt úgy igénybe is veszik.
de a mennyiségekre azért tényleg oda kell figyelni. Tehát, hogy ne egye túl magát, ne egyen többet, ne egyen össze-vissza. Ugye ilyenkor az szokott esetlegesen hiba lehetőség lenni, mert hogyha jó egy svéd asztal, akkor nyilván gyümölcsök is vannak. És ilyenkor nincs nagy figyelem azért, hogy hogyan, mert az ételtársításokkal sok baj tud lenni. Tehát, hogyha egy gyerek megeszik egy nehezebb húsos ételt, és utána, és egyébként ez az általános szokás, hogy utána akkor itt a gyümölcs, és akkor egyél gyümölcsöt, abból biztos, hogy baj lesz. Abból biztos, hogy baj lesz, főleg, hogyha mondom, többet evett a gyerek a saját igényéhez képest, ráiszi a gyümölcsöt, akkor biztos, hogy utána hasvályás lesz, szomorú lesz, tehát elesettebb lesz. De ez a felnőttekre is vonatkozik egyébként. Tehát, hogy azért figyeljünk oda, amikor ilyen lehetőség van, akkor, amikor jól teleették magukat jó zsíros tömény ételekkel, semmiféleképpen ne egyenek rá gyümölcsöt. És mindenre fel lehet készülni, csak át kell gondolni, és felszerelni ezt a bizonyos kis házi patikát. Elszaladt az időnk, pedig annyi minden lenne még, amiről beszélni tudnék. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok mindannyiuknak, Rósz Pálmának, Fekete Cseri Zsuzsannának, Suprisznyi Tóth Máriának, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzök című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.